Scott és Kimberly Hahn megtérésének a folytatása. Aznap este át imádkoztam ezeket a gondolatokat, és először kérdeztem meg Istentől, ő hogyan vélekedik Máriáról. A következő kifejezésekre bukkantam a szívemben. Ő az én szeretett lányom, hívő gyermekem, csodálatos edényem és frígyi szekrényem, aki Jézust világra szülte. Nem tudtam rájönni, miért tűnt úgy, hogy a katolikusok imádják Máriát, holott tudtam, hogy az egyház világosan elutasítja Mária imádását. Aztán valahogy megéreztem, a protestánsok számára az imádás megnyilvánulása az ének, az imádás és a hosszú predikáció. Ezért, ha a katolikusok Máriának énekelnek, Máriához könyörögnek és róla prédikálnak, a protestánsok abból arra következtetnek, hogy imádják őt. A katolikusok számára azonban Jézus testének és vérének áldozata jelenti az imádás, és a katolikusok soha nem ajánlják föl Máriát áldozatul az oltáron, sem pedig áldozatot Máriának az oltáron. Az egyik millió, aki barátunk Dave hívott föl egy este, megkérdezett, hajlandó lennék-e megbeszélni vele, mit ad még vissza a katolizásától. Megmondtam, abban vagyok még bizonytalan, hogy Mária tényleg lelki anyámá. Mi a véleményed a Jelenések könyvének 12. fejezetéről, kérdezte Dave. Nem tudom. Azt hiszem, nem is olvastam még, hogy hoztam ide a Bibliámat, mondtam neki. A fejezet 4 egymással harcban áll a jelen típusról szól, megmagyarázta Dave, mikor visszaültem a telefonhoz a Bibliámmal. És bár különböző fajta embereket jelképeznek, egyben valóságos személyek. Az asszony a fiúgyermekkel Mária Jézussal. Nézd meg a 17. verset, mit mond? Akkor a sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba száll többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsát és kitart Jézus tanúsága mellett. Megdöbbentem, hogy kerülte el ez a szakasz a figyelmemet, amikor Máriával foglalkoztam. Szerintem ez azt jelenti, kellett elismernem, hogy ha kitartok Jézus tanúsága mellett, és megtartom az ő parancsait, akkor lelkileg Mária az anyám. Miki nem derülnek? Mária olyan harcos szűz, akinek az anyassága a fegyvere. Ennyit sikerült megalapítanom, ez a szakasz segített annak tisztázásában, hogy a kereszt lábánál, amikor Jézus már végső halálkusát vívta, miért jegyzi fel Szent János evangéliumában, 19. fejezetében, 26.-27. versben, amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja, a szeretett tanítványa, így szólt anyához. Asszony, nézd a fiad. Aztán a tanítványhoz fordult. Nézd az anyád. Attól az urától fogva, házából fogadta a szeretett tanítvány János. Erre a szakaszra alapozva tanítja a katolikus egyház, hogy amikor Jézus a szeretett tanítványnak, Jánosnak ajándékozta Máriát, ezzel előképét adta, hogy minden szeretett tanítványának oda ajándékozza őt. Én is szeretett tanítvány vagyok, így Jánoshoz hasonlóan nekem is házamba kell fogadnom Szűz Máriát, mint anyámat. Már nem hatalmas akadálynak, hanem egyre inkább az Úrtól kapott drága ajándéknak láttam Máriát, olyos valakinek, aki anyai szívvel szeret, törődik velem és imádkozik értem. Nem csupán megtérésre vár a tanítás volt vár, hanem személy, akit egészen a szívembe zárhatok. Scott egy napon a kezemben nyomodó egy rózsafüzér, és egy könyved is annak szentírási alapjairól. Ahogy elnéztem a rózsafüzért, arra gondoltam, micsoda kincse ez minden katolikusnak. Tényleg, nem hagyhatom, hogy a fiakomban heverjen, de merjem el használni. Idáig meg voltam róla győződve, hogy a rózsafüzér annak a bőbeszédő ismételgetésnek
az egyik példája, amit Jézus világosan elítélt. A könyv azonban, amelyet egy apáca írt, bevezetésül a rózsafüzérhez segített mindezt új szemszögből látnom. A szerző arra biztatta a hívőket, hogy ne nagy, felnőtt kereszténynek tekintsék magukat, hanem álljanak kisgyermekként az Úr elé. Emlékeztette az olvasót, hogy amikor például saját kicsinyeinek egy nap számtalanszor elmondják, hogy szeretlek, mama, sosem hárítjuk el őket azzal, édesem, minek ezt ennyit ismételgetni? Ugyanígy mondjuk mi is, mint kisgyermekek Máriának a rózsafüzérrel. Szeretlek, mama, könyörög érettem, mert bűnös vagyok. Bár sokszor elismételjük, hiába valóvá csak akkor válik, ha a szavak miközben mondjuk értelmüket vesztik.